Zsiga bácsi, 25 éves a kőszegi ipacsoport, az országban elsőként, az első között alakult meg. Itt most közel 200-an ülnek a hátad mögött, vidáman beszélgetnek, sok országból érkeztek. Mit tudsz mondani erről 25 évről, megérte? Ha figyelembe veszem, hogy 25 év, mint ahogy valamennyi ma még élő barátomnak is, embertársamnak az életéből telt el, mindent csak úgy szemlélni, hogy mi érte meg, meg mi nem érte meg, nagyon meredek dolog, ugyanis ha azt számolom, hogy nekem ez mennyi szabad időmbe, családomnak, egyebeknek mennyi távolétre és egyébet jelentett, akkor azt mondom, hogy hát eléggé neszes a kérdés. De ha azt veszem figyelembe, hogy egy kollektívával, aminek főjelszava a barátság, a barátkozás, és az együtt töltött idő, mint itt például, mint ahogyan elmondtad, hogy 200 ember, közel 200 ember itt van, együtt van, na most ezt egy egyesület elnök, aki szervez egy ilyen rendezvényt, nézi és látja, hogy mások jól érzik magukat, akkor innentől öröm tölti el az ember szívét. De ha azt tekintem, hogy a tömérdek munka mögött néha-néha bántó szituációk is vannak, és az ember jót akar, jó szándékkal próbál örömet szerezni másoknak, és néha nem úgy sikerül, vagy a kritika nem úgy ül, ahogyan éppen az ember lelki állapot elkíván, akkor egy kicsikét bántó. Most az, hogy egy ilyen gyönyörű zászlót adományoztak nekünk a szombathelyi szervezet tagjai, elnöksége, és különösen az, hogy felírták a szombathelyi csoporttól, hiszen az én gyermekeim, áldja meg őket a Teremtő, hiszen én hozzám léptek be annak idején, az én hozzám alatt értem az általunk kezdeményezett és indított csoporthoz, és lett belőlünk ugye a 6 alapítóból, később már 18-36, aztán mintha érdekes módon duplázódna, majdnem 72-78, és így egy nagyon tekintélyes létszámmal alapítottuk 92. januárban a megyei szervezetet. 17-ben a megyei szervezetünk is 25 éves lesz. Tényleg igaz, az elsők között, és így most szépen minden évben folyamatosan szinte az ország minden megyéje, minden szervezete ünnepelni fogja ezt a 25 évet. Már fáj a szívem, mert hát van tudomásom arról, hogy néhány korábban jól működő IPA szervezet szó szerint bírósági határozattal meg lett szüntetve, mert tagsága elszélett, tevékenysége abba maradt. Ez mindenhol igaz, hogy szükség van húzó emberre, szükség van egyfajta példára, amit úgy követni lehet, és úgy fájó szívvel mondom, hogy a 25 év tapasztalata is emberfüggő, személyfüggő, sok minden. Egész jól működő dolgok, egy húzó ember bármilyen okból való távozásával szinte képes nullára visszaesni, és én inkább úgy mondanám, hogy nekem az fáj, hogy elindultunk egy viszonylag tekintélyes létszámmal, hiszen amit a horvát barátok mondanak, hogy én vagyok a keresztapjuk, és ők büszkék rá, mint ahogy én is büszkén gondol a Mödingi szervezetre, akivel 25 évvel ezelőtt mi szegény, szép emlékű Ferdinánd Voltran barátommal. Hát akkor voltunk 800-an a Vas megyei szervezetben, abból 206 horvát volt. És most pedig lenn évről évre, mindenféle indokkal tapasztaljuk, hogy csökken a létszámunk, és nem örülök neki, hiszen egyrészt nem szolgáltunk rá, igyekszünk normális, szép programokat kínálni, ahol elsősorban az a cél, hogy hozzáll a családot, hozzáll a gyerekeket, a idősebb, az unokákat, vegyenek részt, és valahogy nem tudom, persze, dehogy nem, valamennyien tudjuk. Az emberek megváltoztak, körülmények megváltoztak, élethelyzetek megváltoztak, és hát azok, akik lángolnak az ilyen szervezeti életben, azt is kell, hogy fájó szívvel mondjam, hogy elégnek benne. Mások melegszenek a tüzénél, aztán amikor nem aktuális, vagy nem éppen
kedvére való a szituáció, fogja a kalapját, eltávozik, azt... De azért mondd, hogy van remény. Persze! Nem a keserűség hangja, az öröm hangja szól én belőlem, de nem tudnék úgy múltra gondolni, hogy ne lássam nehéznek a következő időszakot, mert egyre többször könyörögni kell még az alapítóknak is, hogy vegyenek részt valamibe, mert az egyik ezért beteg, a másik azért beteg, meg hát mit szégyeljem, néha nekem is itt fáj, ott fáj, szóval. És azért rengeteg energiát fektettünk, van nekünk egy csodálatos lőterünk, az IPA működteti, IPA tulajdona lesz remélhetőleg mihara teljes egészében, és 15 év az olyan laza nyári program volt, hogy szinte minden szabadságom nekem is ott telt el, mert azt akartuk, hogy az utókornak legyen valamilyen. És amikor kérjük, hogy egy programra jöjjenek oda, hogy az idősebbjei arra hivatkoznak, hogy Zsiga bácsi, az messze van, az messze van. Na most Kőszegen mi van messze? Semmi nincsen messze, de hát nekik messze van. Most innentől az ember ezen is elgondolkodik sokszor, hogy hát akkor érdemes-e annyi energiát, annyi szabadidőt belefetszolni, hogy hát valakinek ez messze van. Na de hogyha azokra gondolok, akik viszont szívesen oda jönnek tréningezni, oda jönnek szervezetek, vámosok, készenlépések, oda jönnek a terror elhárító, akinek ez az élete. Tőlük várjuk, hogy védjenek meg bennünket, és azt akarjuk, hogy profik legyenek. A profisághoz pedig feltétel kell, hogy hadd tudja magát fejleszteni. Ennél jobb lehetőség nincs a világon. Gratulálom. Ja. És... szebb. Úgyhogy persze, hogy az ember azon spekulál sokat, hogy na most akkor a következő időszakra milyen programot szervezzem. Akkor mindig van egy másik gát is, hogy hát ebben körülbelül mik a terhei, amit elvisel. És akkor tagdíjakból, támogatásból működő non-profit szervezetnek túl sok esélye nincsen. És barátok nélkül, támogatók nélkül igazából nem tudunk működni, és én nagyon hálás vagyok a mai 25 éves évfordulóhoz is, a barátoknak, támogatóknak, hogy kitettek magukért, igyekeztek úgy helyzetbe hozni bennünket, hogy különösebben szégyenkezni ne kelljen. Én köszönöm a külföldi barátoknak, hogy eljöttek. Kétségtelenül emelték ennek a alapító szervezetnek, alapító csoportnak. Azért azt itt tegyük hozzá, hogy nem csak a szomszédos Ausztriából vannak itt, hanem Horvátországból, Lengyelországból, Romániából, Németországból, Szlovéniából többek között. Azért kevés egyesület büszkékedhet azzal, igen, hogy szervezett, hogy ennyien eljöttek. Örülök, hogy eljöttek is. És én azért, bocsánat, azt látom, hogy itt rengeteg közös élményetek, témátok van, hiszen itt megállás nélkül ölelgettétek egymást, felidéztétek a korábbi történeteket. Ugye a barátság, és éppen ez a dolog lényege, hogy az ember, amikor szervezet elnökként pusmorog a szervezetről és töri a fejét a jövőről, valójában van egy rakás múlt mögötte, amit nem tudnak elvenni. Nem tudja elvenni senki ezeket a barátokat, ezeket a barátságokat, csak ahogy a egyszerű történet mondja, az ásó kapa. És innentől ugye ezt az örömet mi meghagyjuk magunknak, hogy ha találkozunk, akkor óhatatlanul puszi, jobbról, balról, ölelkezés is, és a dolognak tovább már nincs is, mert ennek nincs morális, hogy mondjam, ilyen anyagi vonzatúért. Csak a szív, a jókedv, tudjuk, hogy van, már jó barát olyan, mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod, hogy vannak. Hát ők ugyanígy vannak, amikor eljön egy pillanat, most egy verseny van, gyertek el, eljönnek. Ők ugyanúgy írnak egy levelet, lesz egy rendezvény, ide-oda gyertek el, elmegyünk. Hát ugyanez van, szeretném, ha ezt a fiataloknak sikerülne jól átadni, de nagyon komolyan küzdök érte. Valahogy úgy alakul az élet, hogy nem érnek rá. El vannak szolgálatilag foglalva, ezzel azzal amazzal el vannak foglalva, és szerintem nem jól keresjük, vagy találjuk meg a motivációt. Újfajta motiváció kell. Mert mi annak idején 25 évvel ezelőtt nem kalandvágyból kezdtünk ebbe bele, mikor azt kérték tőlünk, hogy hát csatlakozzunk, legyünk a nemzetközi szervezet tagjai. Ki kérte ezt tőletek? Ezt a Ferdinánd voltra 89-ben jött ugye először be hozzám, hogy hát
ők vállalták, hogy segítenek a magyar rendőröknek a nemzetközi szervezethez csatlakozni. Hát, hogy lépjünk be az IPA-ba, mondom, mi az az IPA? Ezt akartak kérdezni, hogy volt fogalmatok róla, vagy milyen? De nem is hallottunk róla, de nem is nagyon foglalkoztunk vele, hogy nemzetközi szemű újság, nem mentünk sehova, nem utaztunk sehova, el voltunk itthon. Mit nem mondjak őszintén, nagyon sokan még a hazai tájait se ismerik, úgyhogy... És azért tegyük hozzá, hogy Kőszegen vagyunk a hatásában. Igen, tehát azért pontosan. És ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy végighallgattuk, elmondta, hogy mik ezek az egyesületi szabályok, hogy működnek, hogy nincs politika, csak a barátság van, nincs rendfokozat, nem kell itt tisztelegni, meg kapkod. Ez az egyesület arra való, hogy barátkozunk. És az alapszabályokat tanulmányozva nagyon szimpatikus volt, hogy tényleg abszolút demokratikusan épültek fel. Most a 1948-as demokratikus gondolatot, amit ugye annak idején közvetítettek felénk, aztán hol fogadók voltak rá, hol nem, de azért mi, akik kicsit többet iskoláztuk magunkat, mint talán kellett volna, azért mi tanultunk, hallottunk és olvastunk róla, és ez nagyon illett ebbe a demokratikus gondolatba. Barátság határon innen, határon túl, barátság minden tekintetben, hiszen a szakma köt minket össze. A rendőrnek ugyanaz a gondja, problémája Ausztriában, Németországban, Amerikában, mindenhol, mint Magyarországon. És hirdetett egy barátságot, egy barátsággal való szolgálatot. A szolgálat önmagában azt várta a szakma, hogy emberarcú legyen, polgárbarát legyen. Hát itt minden összefésülődött, minden találkozott, ugyanakkor mégis volt az emberben egy kis tartás, hogy meg azért úgy a beszélgetésekben, főleg ilyen előjárói szintű beszélgetésekben, hát hogy nehogy ám ebből később bajunk legyen. Én magam is féltettem a saját munkatársaimat, mint vezetőmet. Ez még a rendszerváltás előtt volt. Igen, én a kalandba nem akartam őket belevinni olyanba, amiből esetleg gondolt. De azért úgy nyilvánvalóan, hogy mondjam, lelkileg egyértelmű volt, hogy a barátságot nagyon szégyelni nem lenne muszáj, semmiféle szituációban rendeződhetnek jobbra-balra, akárhová, hogy azért azt nem kell szégyelni, hogy barátaink vannak. Aztán, hogy így alakult a világ, ahogyan alakult, ma már azt mondom, hogy alapkérdés, amin elindultunk, nem bántuk meg. Kinyílt a világ előttetek? Kinyílt a világ, és nagy élmény volt, különösen az első években, amikor munkatársaimmal volt, hogy 13-an egy busszal elindultunk Németországba, és rácsodálkoztunk, hogy jé, a szomszéd hűje, zöldebb. De amikor hazafele jöttünk, az volt a szomszéd, és a milyenkész szép zöld volt, úgyhogy ilyen élményeink voltak. Tanultatok el külföldiektől, illetve a külföldiek tanultak-e tőletek? Óhatatlanul tanultunk, hiszen maga a szakmai kultúra, amit ők képviseltek, az a fajta belső rend, ami egy közhivatalban volt, az inspirált minket is, nem véletlenül kétszer is átépítettük, átalakítottuk a rendőrkapitányságot, mi saját magunk, mert központi pénz nem lett volna rá, de mi azt akartuk, hogy legalább hasonlítsunk őhozzájuk. És hát sok tekintetben utolértük, megtettük, mert amit úgy értük, hogy ez szép, úgy gondoltuk, hogy ez nekünk is megfelel, azt megcsináltuk. Tehát akkor azért volt kézzelfogható haszna is ennek. Hogyne. Köszönöm a barátoknak, az alapító tagtársaimnak, a régi és mostani parancsnokaimnak, illetve hát az én munkatársaimnak. Illetve azért tegyük hozzá, hogy egy elég komoly elismerést kapták Kőszeg városától is. Igen, ezt nagyon nagyra becsülöm, mert őszinte szívvel mondjam, meglepődtem. Nagyon meglepődtem, és ugyanakkor jól is esett, hiszen azt írják bennem, hogy Kőszeg város európai kapcsolataiért adományozzák ezt az elismerő oklevelet, és hogy... Ezzel azért azt is elismerik, hogy te és az IPA is tettek Kőszeg városáért. Hát ide, aki eljön, az tudja, hogy Kőszegen van. Mikor körbe sétál a városba, elmegy a pancitterbe borozni, vagy elmennek a bor termelőkhöz, a bor kínáló, akkor azért
egy kis hírét elviszi, még ha csak ilyen módon is, és természetesen aki a muzeális értékeinkre kíváncsi, építészetünkre, bármire, földrajzi környezetünkre, mint ahogy a tegnapi programon is végtelenül örömmel szívták a hamburgiak a mi alpokaljai finom levegőnket. Tehát ez egyértelmű, és azért elmesélik, hogy itt jártak, Kőszegen jártak, és 25 éve ez megy. Itt szinte nincs Európában olyan ország, ahonnan ne jártak volna itt kollégák, ne fogadtuk volna. Valamikor az irodám, ma a lőtéri klubunk teljesen tele van ezekkel az erekékkel, ami mind őrzi ezeket a kezdett, kialakult, vagy ha úgy teszik, működtetett barátságokat. Tervek a jövőre? Tervek a jövőre egyértelmű, hogy nénk, hogyha a tagságunknak, alapítóinknak, jó magamnak is megmaradna az egészsége, hogy a lendület ne essen le, aztán mindenképpen szeretnénk visszaállítani a régi tagsági létszámi viszonyainkat, mert valahogy úgy hiszem, hogy nem értek egyet, akik azt mondják, inkább legyünk hatan, de akkor azok aztán lelkesek, mert önmagunknak, hatónak lelkesedni nem igazán érdemes, az egy kitegylet. Nekünk másért is lelkesedni kell, ahogy mondjuk nem csak egy másért, hanem egy másért. Hát, ha csak annyi megvalósul, hogy azok a programok, amit tervezünk, most emléklövészetet, egy kirándulást, ősszel a családi napon a gesztenyes ütéssel, oda is várunk testvérszervezeteket, általában szoktak is jönni, de valahogy ott is mindig könyörögni kell a létszámért. Nemrég volt a horgászversenyünk, az is valamikor olyan létszámmal indult, hogy szinte alig volt stég, ami szabadon lehetett hagyni, mert valaki mindig jött. Most is volt szép létszám, hiszen 40 körüli, azért az önmagában jó, csak hát azért még többet szeretett volna az ember. Nem tudom, miért ez talán ilyen tisztségviselői betegség, hogy akkor boldog, amikor jó sok ember veszi körül. Hát azt szeretném, hogy jó sok ember vegyen körül. Gustav Pastur, a Kőszeg testvérváros Feingen Enz rendőrségének volt vezetője, most töltötte 80. életévét. 25 évvel ezelőtt barátkoztunk meg, 25 évvel ezelőtt, akkor még a nagy választások előtt kaptam a meghívást a polgármesteri szerződést követően, hogy látogassak ki Feingenben, Németországban. Viccesen tették fel a kérdést, hogy ki merek-e menni. Hogy ki merek menni. És amikor ott összebarátkoztunk egy-két nap alatt, akkor valahogy úgy tűnt a dolog, hogy ez nem csak egy kaland lesz, hanem egy hosszú barátság is. 25 éve ölelgetjük egymást az én öreg harcos társammal, és hát holnap hatodikán este ennek a 25 évnek, nem csak az IPA 25 évének, a rendőrségi kapcsolatok 25 évének is egy jó nagy pontot teszünk az íre. És örülök, hogy újra itt van közöttünk, és legyen még sokáig. Egészségünk is szerve!